Utána elmentünk csónakázni. Ilyen szép napunk még nem is volt, soha. Egyszer csak felsóhajtott a doktor úr. Istenem, a legszívesebben elmennék horgásznak. Annyira szereti a halakat, doktor úr, kérdeztem. Á? Épp megfordítva. Azt hiszem, a halak szeretnének engem, mondta ő. Azt hiszem, a halak szeretnének engem, mondta ő. Hát, hogy a halak szeretnék, azt nem tudom, de mi nagyon. És ezt, ha csak egy kicsit szeret, meg kell értenie, ahogy a muternek is meg kellett értenie, mert valóságos lázadás tört ki a doktor úr miatt. És aznap délután mindannyian fölmentünk a mutter szobájába, ahol alig fértünk el, de édes tokai bort ittunk, és mindenről megfeledkeztünk. Előbb a mutter mesélt a régi időkről, amikor még császárvadászok állomásoztak a városban, de a doktor úr azt mondta, beszéljünk inkább a jövőről, és mind elkezdtünk olmot önteni. Sistergett a víz, ő pedig kivett egy kis ólomlepényt is mutatta, és azt mondta, napraforgó. Olyan vagy, mint a napraforgó. Fordulsz mindig arra felé, amerről a nap süt. Azt jelenti, hogy én egy napraforgó vagyok. Forgok mindig arra felé, ahonnan a nap süt. És mindig megérzem, merre kell fordulnom. Gondolkoztam, Ferenc. Maga nagyon jóra való ember, cipésznek se utolsó. Nézzen körül a faluban. Lesz ott olyan lány, aki, mint én is magában, nem azt a kis testi hibáját látja, hanem a jó szívét. Kérem, felejtse el a magad darinkáját.